Következik gasztronómiai kalandozások és a Csiga Fesztivál. Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. Először is William Chaperon urat, valamint főző Robert urat. A Csiga Fesztivál ugye, ami apropónk, amiért beszélgetünk, de hát gondolom ez a fesztivál jó soká tarthat, ha ezen a fesztiválon a csigák is felvonulnak. Nem igazán, nem élő csigáról van szó, szóval nem kell olyan sokáig várni és sokáig tartani a fesztiválnak. Mindenképpen tudni kell róla, hogy éti csigáról van szó, mert hogy sokan eltévesztik, és bármilyen más közkedveltebb csigát gondolnak ide, nem. Nem mákos csiga. Pontosan nem mákos csiga. Ez valódi csiga. Persze azért ez finoman fűszerezve, gondolom, ha itt gasztronómiáról van így szó. Így van, egyértelmű. Ez egy speciális francia recept, és azon belül is burgundi recept alapján készített innyentség. Kifejezetten mondom azt, hogy egy innyentség, mert hogy tényleg különlegesség, tehát nem csak a francia gasztronómiában, hanem mindenhol máshol is kifejezetten egy csoda, úgy nevezzem. Na, hát most akkor kezdjük ott, hogy valljuk be, hogy nálunk azért nagyon ritkán kerül csiga az asztalra, sőt, általában inkább éttermekben eszünk, vagy ha olyan vendégünk van, vagy ha mi megyünk külföldre, de jaj, de gyönyörű képek vannak közben, az embernek azért megjön az étvágya, még ha tudja is, hogy csigáról van szó, de ha már olyan illusztris vendégünk van itt, mint William Chaperon, akkor muszáj, hogy őt faggassuk először magáról a francia szokásokról, hiszen gondolom, hogy Franciaországban a csiga evés egészen más helyet foglal el, mint a magyar ételsorokban. Ez a Franciaország, ez a kaja, ez a kultúra, sokat eszünk a minden karácsony. Tehát ünnepi étel is? Igen, az a főétel, vagy főétel, ú előétel, ez a kultúra. Maximális az a karácsony és a húsvét is. Uh-huh. Az a 90% a franciák eszik minimum 20-30 darab csiga per év. Minimum, az minimum. Na most ez hogy alakulhatott ki, hogy pont Franciaországban ott finomabbak a csigák, vagy többen vannak? Nem, az a fajta csiga, amit szedünk itt Magyarország, az a neve, az a burgundi csiga. Uh-huh. Itt tudjunk szedni. Tehát nálunk is van, csak mi nem értünk rá, hogy ez igen, milyen finom. Igen, magyar, az a latin nyelv, az Elix pomacea, uh-huh. Az a neve, de az a burgundi csiga, az... komün neve. Tehát ez az általános igen, neve. Igen. És 90% a piac az a Franciaország, Amerikai, Spici, Svájci, uh-huh. Belgium, Olaszország. És egyéb országok. Na, ez... Nagyon picit Magyarország. Igen, nagyon pici. De hol lakunk, hol dolgozunk, a Zalaszentgrót. Most mondjuk 20% a lakó. Meg fogja kóstolni. Igen. Egyébként én arról tényleg hallottam, hogy Zalában többet esznek csigát. Igen. Lehet, hogy ez már az önök hatása. Azért, itt vagyunk Zalaszentgrót, 1992 itt voltunk először. Hát az már és múlt. Most mindenki tudja, mi az a csiga. Vagy dolgoznak nálunk, vagy esznek nálunk is. Tehát ezek szerint munkahelyeket is teremtettek, de hát gondolom ki kellett képezni az embereket. Hát ki tud a csigával bánni? Mondhatni azt, hogy mindenki, mert hogy valamilyen szinten ez is betanított munka, persze megfelelő vezetői képességgel mindenhez, de egyszerű, alapvető fázisokról, technológiáról van szó. Akármilyen bonyolult is. Tehát akkor az érdekes helyzet, hogy itt Magyarországon fogjuk a csigákat, azt teszik a franciák is, és itt azért történik egy feldolgozás is. Igen. Így van. Tehát nem nyersen kerül majd. Egyáltalán elkerül ez a magyar emberekhez is? Mondjuk egy boltba, ha bemegyek, kaphatok esetleg csigát? Igen, nagyobb áruházláncokban megtalálható. Gondolom, hogy ez azon is múlik, hogy ezt nem olyan könnyű tárolni, nem? Pontosan fagyasztott. Igen, fagyasztó.
Azért, ha fejeztünk, akkor lehet maradni az a mínusz 18 minőség, és egy év lehet tárolni. Aha. Tehát akkor a lényeg az, hogy nagyon figyeljünk mindig oda, hogy igen, a csomagolás érintetlen legyen, igen, valóban igen, 18 fokon legyenek tartva ezek. Na most, mi házi asszonyok biztos, hogy nem tudnánk hozzáfogni. Ezek mennyire előkészítettek? Teljes mértékben elkészített ingyenségekről van szó. Már ízesítve is van? Konyhakész. Uha! Kizárólag csak melegíteni kell. Na most akkor egy kicsit nézzük meg, hogy mert így gyönyörű képeket láttunk az előbb, és még tányérokul is a csigák háza szolgált. Hogy is van ez akkor? Igen, ugye mivel meséltük, hogy ez egy különleges étel, burgundi specialitás, tehát házába visszatöltött csigahúsról van szó, ettől lesz különleges. Tehát nem kell harapnunk azt a nyúlós, furcsa, amire én gondolok, és biztos, hogy önök is otthon ilyesmire gondolnak, nem hanem kell, ez fel van dolgozva. Igen. És hogy fűszerezik? Hogy fűszerezik? Akkor először az a hús kitörünk, kitekerjük. Igen, azt szinte úgy ki lehet húzni. Hát bizonyos technológiai fázisokon keresztül eljutunk a kitekerésig, tehát magát a csigatestet, hát akkor már elpusztított csigatestről beszélünk, kitekerjük a házából. Utána főzünk 2,5 óra a fűszerrel, a baberlevel, kakukkfű, erős paprika, és a főzés után adjunk a fehérbor, a sablibor, és marad egy éjszakát, az hogy a összeérjen? Az a lé, és másnap visszatöltünk. Ó! És a visszatöltés után kell vajazni, az a mártás, az a vajkeverő. Igen. Vaj, petrezsém, fokaima, só, bors, és keverünk együtt, és vajázunk. Bezárják a tetejét? Igen. És esetleg mellé is adnak még abból a kis üzéből, vagy ez a vaj csak arra szolgál, hogy lezárja? Igen. Ugye a képeken látszik, hogy kezdődik a feldolgozás, mert ugye ezek a lépések a kezdeti technológiai lépések. Hát gondolom először is a tisztítás a legfontosabb. Pontosan, igen, hát igen, mindenképpen ugye a megfelelő higiéniára szükség van, és az kifejezetten az élő csigákra, és majd már pedig az elpusztított csigákra is érvényes. Itt lehet látni, hogy szallagokon hölgyek, asszonyok állnak, és kézi erővel, kézi munkával tekerik ki a csigaházból az élő csigát, majd pedig eltávolítjuk a csigatestről azt a bizonyos bélrészt, ugye, zsigerzacskót, ami továbbiakban nem fogyasztható, és csak kifejezetten csigahúsról beszélünk. Uh-huh. Sápronon említette, hogy 2,5 órás főzésről van szó, akkor már ugrunk egy kicsit a feldolgozási fázisokban, mert hogy az már a készterménygyártáson vonatkozik. Amit most láthatunk, az egy előfeldolgozási munkafolyamat. De hát legalább az embereknek van munkájuk, így is nézhetjük, hogy milyen jó, hogy van még kézi munka, és hát biztos, hogy ez így az igazán finom, hogyha a gondos kezek, szemek, minden egyes darabot megcsinálnak. Na most akkor a fagyasztás azután történik, hogy már megtöltötték, levajazták a kis nyílását, és akkor csomagolják adagokba? Igen, akkor somagolunk a tálca, vagy kis zsák, a zacskó, mit akar a vevő. Csináljuk minden. Tehát különböző nagyságokban is lehet dönteni, hogy kell. Na most, amikor ezt tálaljuk, még abba is segítsenek nekünk, mert azért hát, ha egyszer mi is úgy gondoljuk, hogy megkóstoljuk, hogy akkor mikor elkezdjük kibontani. Egyrészt tárolhatjuk-e még otthon egy pár napig, vagy az már nem tanácsos? Mindenképpen említettük, hogy egy év szabatosság idő. De jár. Akkor abban a mélyhűtő részben, nem csak úgy, hogy bedobjuk a... Természetesen. Uh-huh. És olyan egységcsomagok vannak, amik azt gondolom, hogy kifejezetten elfogynak egy étkezés alkalmával. Uh-huh. Tehát 12 darabról beszélünk, vagy 48 darabról nagyobb társaságok esetén. Tehát nem kell, sőt nem szabad... Egyértelműen a csomagolás is jelzi, hogy nem szabad visszafogyasztani. Uh-huh. Felengedés után fogyasztani, fontos, vagy eldobni. Hogy tálaljuk, és mit ígyunk mellé?
Hát mindig a fehérbor, vagy száraz fehérbor, vagy pezsgő. Minden sör is lehet. Említettük, hogy előételről van szó, tehát a tálalása önmagában. Önmagában akár egy szép salátán, vagy egy kellemes tányéron. Vagy egy nagyon egyszerű pirítósom. Vagy egy finom az. Na most, ha ez előétel, akkor ezután mit illik enni? Bármi utána más, már. Minden. Minden. Bármit. 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 Az a mondjuk lehet enni a hal. Halat, én is így gondoltam. Akár vörös fehérhúsokat is. Vagy vörös fehérhúsokat. És hát gondolom, salátával körítve, igen, vagy így könnyű. Igen. Ami talán személyes vélemény, igen, hogy nem kifejezetten leves elé ajánljuk. Mert ugye a francia kultúrában nem nagyon jellemző a leves. Uh-huh. Ha az van, akkor az főétel. Tehát ezután ott előétel és főétel következik. Főétel, persze vannak kivételek, de talán nem ajánljuk. Rendben van, tehát a jókai bablevest azt tegyük egy másik alkalomra, a turós csusza elé, ehhez pedig esetleg sütünk valamilyen szelet alatt. És lehet is csak buli, csiga buli. Aha. Az is lehet. Ez jó. Csak csiga és fehérbor. Uh-huh. És akkor beszélgetünk, akkor nem 12 eszünk, lehet enni egy fő, lehet enni 100 darab. Ó, ez egy jó verseny lehet. Ki tud több csigát megenni? Az lesz, az ön a csiga feszivel. Ön mennyit szokott egyszerre? Én tudok enni 50 darab. Ó. Vagy 100 is. Aha, és ön? Én azért nem próbálkoztam meg 50 darab barúgy. Szóval még versenyt nem evett csigában. Nem. Na jó, akkor most térjünk rá arra, amiért itt vagyunk, hogy azért önök is megismerhessék magát, a csigát. Ehhez persze mindig rendeznek valamilyen különleges eseményt, hát ezért lesz Csiga Fesztivál. És én szeretném tudni, hogy mi minden lesz ezen a fesztiválon. Próbáltunk egy színes program sorozatot összehozni, ezzel elérni fiatalokat, időseket. Látszik a plakáton, hogy ilyen vendégeket hívtunk meg, és ahogy már említettük, itt csigaevő bajnokság is kifejezetten várható. Oh. Továbbá gyermekeknek, fiataloknak csigabicikli verseny, és csigafuttatás kifejezetten a kisebbeknek, ami nagyon izgalmas programnak tűnik. Ki ér előbb a célba? Pontosan mindenki hozza magával a saját csigáját. Igen? És az nyer, akinek a csigája előbb eléri a célvonalat. És szabad őket így noszogatni, hogy menj már? Ez aranyos. De mi az a csigabicikli? Lényeg az, hogy lábletétel nélkül, megállás nélkül, de a leglassabban kell, a leghosszabb idő alatt kell áthaladni a célon. Tehát nem szabad megállni sem. Ez nagyon aranyos. És azért mondjuk el, hogy valójában a zene is egy nagyon kellemesen fogyasztható, nem tudom mennyire, de az Irigy Hónaj, Mirigy, Huligen, Zoltán Erika, lesz persze retrodiszkó, Rolival és Józsival, és lesz, ami nagyon hangulatos, a fúvós zenekar, a Zala Szentgróti fúvós zenekar. Én mindig imádom, ha a fesztiválokon ilyenek vannak, mert az olyan jó. Ahogy gyerekkoromban mondtam, bucsú zene, tehát jó hangulatot csinál. Gondolom, hogy ez maga Zala Szentgrótnak is sokat jelent, nem? Hiszen ilyenkor nagyon sok vendéget várnak. Igen, sok vendéget várunk, és talán az a célja is van ennek a fesztiválnak, hogy ne csak magunkat, mint cég, ismertessük meg a magyar közönséggel, hanem talán az Alaszengróthoz is tegyünk hozzá egy kicsit. Persze megtalálhatók vagyunk a modern világban, a Facebookon, bárkit, akit érdekel, szívesen várunk. Na most, akkor még annyit, hogy mi segíthet még az embereknek egy kicsit jobban megismerni ezeket? Tehát hogy teremtenek még kapcsolatot, vagy... Nagyon nehéz, Magyarországon nagyon nehéz dolgunk van abban, hogy valamiféle fogyasztást hozzunk össze egy szélesebb körben. De próbálkozunk, és több étterem, talán francia Pesten, jellegzetes francia alkú éttermek, akik már vevőink régóta, de vannak mások is, kifejezetten kisebbek, vendégváró helyek, éttermek, akik vásárolóink, de ettől függetlenül saját boltunkban, mintaboltunkban, ahol nagyon szívesen megmutatunk mindenkinek minden termékünket, és ott
ki is tudjuk szolgálni a kedves vásárlókat. Hát én azt hiszem, hogy talán mi is most kedvet csináltunk egy kicsit. Higgyék el, mindent ki kell próbálni, és bizony ezek a finom fűszerek, amit említett Sapron úr, az kakukkfű, mit mondott még, hogy kicsit ismerkedjünk? Kakukkfű, babérlevél. Babérlevél. Csilipaprika. Csilipaprika, hát ezek mind olyanok, amik azért ismerősek nálunk is, és biztos, hogy be tudjuk fogadni, meg kell kóstolni. Legyen ez a burgundi gasztronómia a miénk is. Hát önöknek sok sikert kívánok ehhez a fesztiválhoz. Egyel vagyunk adósak. Mikor? Október 5-én. Egy nap? Egy napos rendezvényünk lesz. 11 órától várjuk már kedves vendégeinket, és 1 órától biztosan kezdődnek a programok. Kedves Sapron úr, ön Franciaországban született. Annyit áruljon még el, hogy hol, mit tekint igazán szülő városának? Én a dél-Párizs, déli, körülbelül 140 km Párizs, az Auxerre, Migen, az a burgundi terület, burgundi megye. Ott születtem, és itt vagyok Magyarország 1989. És szeret itt velünk lenni? Szeretem. Hát köszönjük szépen, és akkor kívánjuk, hogy éljen tovább is boldogan itt nálunk, mi pedig megbarátkozunk a burgundi csigákkal. Köszönöm szépen, fogyasszanak egy kis teját. Szívembe csendül a dallam, a szívem megdobban még halkan. Szerelmünk örökké őrzi a vászmezem szép dallamát. Emlékszem, tűzforró nyár volt, a Grand Bulváron éppen bál volt. Boldogan táncoltunk és fogtuk egymás kezét. Emlékszem, tűzforró nyár volt, a Grand Bulváron éppen bál volt, boldogan táncoltunk és fogtuk egymás kezét. C'est soir nous écoutons des chansons dans un café de Paris, c'est si bon. À minuit une promenade sur le quai de la Seine, c'est si bon, c'est si bon. Olyan szép ez a kis dallam, a szívemben csendül fel halkan. Szerelmünk magasban szárnyal, a vászmezem szép dallamán. Párizsnak utcáin jártunk, nem fáradt el soha lábunk. Szemedben láttam a boldogság édes tüzét. Párizsnak utcáin jártunk, nem fáradt el soha lábunk, szemedben láttam a boldogság édes tüzét. Enchanté de Paris, la tour Eiffel, et Notre Dame, le pont de la Seine, les Champs-Élysées. Ezzel az édes emlékkel, ami nem múlhat még el, búcsúzom most tőled Párizs, je dis au revoir. Így történt és most is éget, a szerelmünk örökké élhet, mert boldogság veled az élet, én kedvesem. Így történt, és most is éget, a szerelmünk örökké élhet.
lehet, mert boldogság veled az élet, én kedvesem. De men nous allons quitter la ville, mais nous penserons toujours à la grande ville, mon Paris, mon Paris. Kedvesének a kalapja mellé, a krét.